Hullámok. Családi album, múlt és jövő. Egy. Azon a vasárnapon, ősz volt vagy tavasz, amikor Luxor Vasile megjelent a neked már földbe süppett házaskák között, még Lászlóként, az udvaron, hogy bűvös masinája elé parancsolja a családot. Még nem voltak földbe süppedve az örök egyforma játékházak, működtek még a kemencék is, és a textilgyár tulajdonosa bocsátotta őket legmegbízhatóbb és hűségesebb dolgozói rendelkezésére, divide et impera, avagy valamit a kizsákmányolásról. Színpadként ragyogott az udvar. 2. Nem verte fel még a papsajt a parégy. Nagymama sem rakott szőnyegeket a kerítésre, hogy ne tudjon beleskerődni a szomszéd szemében bujkáló halál. Nem, a szomszéd sem leselkedett. Miért is leselkedett volna, s főként kire? Ott ült a családdal, egyiptomi cigarettája kékes füstjében imbolygott minden. Nagymama már megsütötte a reményt, és föltállalta a húslevest. Ott tuszkáltak benne a családi vagyon aranytartalékai, az aranykarikák. 3. 2 év múlva Szarajevóban elcsattant majd a pisztolylövés, minden megváltozik és beindul. De most még a zöld menta árnyalatában vibrál az asztal, a fényképész fekete kendő alól irányít, és a gép, mint egy pisztoly, a családra irányul, és füstölgés és csattogások, kattog a képágyú, főzabálya a jelent, befolyásolja a jövőt, átigazítja a múltat, minden megvan még, és ilyen. 80 év rajzolja ki a mégiscsak leselkedő halált. 4. A barnuló szomszéd háta mögött már emelkedik a kasza, minden megvan még ezen a képen, mindenki itt van. Samu bácsi, a bolygó zsidó is megtér, vesztére, Kordobából, és Frédi sem tűnt el még a háború labirintusában, és Rikárd Bukovszki is itt van még Krakkóból, a család zsidaja és lengyele. Ők darab időre majd kitűnnek a képből, nincsen az a képágyó, melyik még egyszer ösztüzet zudíthatna reájuk, hogy fényérzékeny lemezre lopja ábuló arcukat az időből. 5. Ha kép nincs is, de a hírek jönnek, mennek. Világpolgárok kirajzolják a tények erővonalait, mint mágnes az üveglapra szólt vasreszeléket, zavarják össze a legendáriumot. Frédi évtizedek múlva Szibériából ad hírt, Samu, ez a sémita Odysseus, is megjön megint Argentinából vesztére, mert háborúba sodródik. Egy militáns bipsi én, írja egy másik kép hátlapjára. Przemzirzben készült, körülzárt erődben, a büszke hadnagy, mint bajszára tüzi a történelmet. 6. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, idézi barátját, a költőt a körülzárt erődből, aztán megkéri Andus néni kezét is, mézes kalács szív, minden betölt, az udvaron, az asztal körül mindenki itt van, még azok is, akik nem lehetnek itt. A szomszéd szeméből, háta mögül elbújdosó halál, csatatereken kódorok. Nagyapa haja Flektifuszban hull el Doberdónál, de hazakerül onnét is. Minden megvan végül is, csak a haza neve változik. De azon a képen 912-ben minden szebbnek látszik. Ilus is már egyéves, Eszti még csak távoli álom, béke van, s a húsleves mennyei illata mindent betölt. Nagyapa 4 testvére, növére, jövendőbeli sógora, leánya, felesége, szomszédja, mindenki itt van. Luxor László később Vasile mogybújik gépe mögé, magára húzza a fekete kendőt, a madár elrepül, az esztendők játékkockák összekeverednek. Nincs menekvés. 8. Elcsattan a képágyú, mindannyian belemerevednek a vicceket törvényszerűen követő félmosolyba. Valami baj lehet mégis, mert minden úgy marad. Az idő elszivárog, az udvart paréj, lósóska, papsajt veri fel a házakat, földbe súlykolják az évek, könyörtelen kalapácsai. Ilus is 82 éves, már csak ő él egyedül, a többiek ott mosolyognak, a fénykép mad barnaságában, mozdíthatatlan bumfordi babák. 9. Ilus, Samu bácsi, Annus, nagyanya hasában Esztivel, nagyapa és testvérei összefogózva indulnak, fölfelé az idő alagútjában, akasztófák és kávéházak között, háborúk maradnak mögöttük, bombatölcsérek, aszályos mezők, kitelepítések, havazások, éhínségek, ők csak jönnek felénk egykedvűen, közben lebontják a kemencéket, átalakul a környék, fakul, repedezik a fénykép, nagyapa bajussza lekonyul, Ilus szemöldöke, vibráló kérdőjel. 10. Samu bácsi röhög, saját viccén, háta mögött
földereng a krematórium. Ismeri a Grünt? Akkor már inkább a Schwarzot, és megint előről. Hajókázik Kordoba felé. Igen, a hazudozó tenger. Frédi valahonnét Vlagyivosztokból jelentkezik, prémsapkában. A fal mellett lapul. Elvtársak, ne lőjetek, elvtársak. Bukovszki egy dán hajóra szökik fel Danzigban, másoknak Danzk. Később Friszkóban egy néger csaj mellett szervezkedik, mi alatt nagymama gyertyát gyújt érettük, a család halottaiért. 11. Ti székelyek mind naivak vagytok, sajnálkozik Samu Argentinából, ha azt hiszitek, hogy kikerülhetitek a háborút, amelyben Románia is, a fénykép itt reped el először, ma már repedés követ repedést, nagyapa útnak indul, az elágazó ösvények kertjébe, megjönnek a győzedelmes muszkák, el is mennek, bábuska simogatják a korommal bekent arcú lányok kezét, és szól a harang, már nem lehet golyóbb is, hogy elüthesse végül is a magyar időt. 12. Az események kezdenek lelassulni, kötterjeng, a mélyleng nyelve kiegyenlítődik, az egyik tányérján policáj egyensúlyoz, másik tányérjáról papondekli szárnyakat emelget a remény, és lassan vörösbe vált az ég is, szélkél, elfújja Adalbert vetését, Vasile Luxort, Alexandru Incét, elsodorja mind a szentgyörgyi fotográfusokat, a ment a zöld leveleit, a zászlókat, a szomszéd egyiptomi cigarettájának füstjét. 13. Tombol a szél, örvénylik az idő, elvész a hamuvasült pogácsa, a pénz, a csodák, sóra vesznek el a csaták, a földek, a házak, csak a fabábú járja táncát eszeveszetten, előre tolakodnak a vesztesek, egymást akarják lekörözni az idő napsütötte országútjain, a kiárusított temetőkben, vasbeton traverzek között hajt ki a lósóska, a paré, és körülöttünk hullámzik a nyughatatlan Erdély tenger.